Új zuhanytálcák, csúszásgátló burkolólapok, új ablakok és mosdókagylók. Véget ért a 6 hetes felújítás, és május 31-én a gyerekek végre birtokba vehették a József Attila Általános Iskola fiú és lány öltözőjének frissen felújított vizes blokkját. A beruházás a Dombóvári Foci Egyesület TAOS közel 4 milliós támogatásából és Dombóvár város önkormányzatának közel 2 milliós hozzájárulásából valósulhatott meg. Szabó Loránd polgármester megköszönte az egyesületnek a beruházást és felelős használatra buzdította a fiatalokat. Tényleg nagyon klasszak ezek a kis mosdók, betekintettem. Láttam, hogy szempont volt az is, hogy a vandálbiztosság, tehát minél kevesebb letörhető, leszerelhető dolog legyen. Tényleg van tusfürdőtartó, papírtartó, kéztörléshez, de az nem arra van, hogy kirántsuk és dobáljuk szanaszét, hanem próbáljátok meg óvni és vigyázni ezeket az öltözőket. Óliás Zsolt, a József Attila Általános Iskola egyik testnevelő tanára, a munkaközösség vezetője és a Dombóvári Foci Suli Egyesület edzője reméli, minél több gyerek fogja használni az új vizes blokkot. Nagy örömünkre szolgál, megmondom őszintén, hogy elkészült a vizes blokk. Ugye 6 hét után gyerekek tudják használni. A régi az már igen elhasznált volt, és ezek a körülmények nem voltak megfelelők a gyerekek számára, úgyhogy nagy öröm számunkra, hogy elkészült. A vadonatúj létesítményt több százan fogják használni. Az iskola tanulói, az intézmény tornatermét használó röplabdások, amatőr labdarúgók, florballosok és nem utolsó sorban a Dombóvári Focisuli Egyesület tagjai, akik nélkül a beruházás nem valósulhatott volna meg.